Vastapssal köszöntötték a meghívottak a Mészői Miklós díjat átvevő Csabai Lászlót. A Mészői nevét viselő egyesület a szerzők 2019-ben megjelent, a Vidék lelke című novellás kötetéért ítélte oda a díjat. Trió novellából áll, nem a számmisztika mélyülő vonzására utal, hanem a részlet és az egész közötti viszonyrendszer az egyedi és az általános közötti folyamatos átjárás igényére van. Egy ember életének három karakteres példákat mondok, egy ember életének három karakteres részlet kerül így egymás mellé. Vagy három különböző időszaka, vagy három ember életének találkozása egy adott pillanatban. A könyv cselekménye az 1900-as évek második felének Magyarországán játszódik, a főszereplői pedig egyszerű nyírségi emberek. Egyik legpozitívabb élmény, amely fiatal gyermekkoromban élt, az a olvasás lehetőségének a felismerése. 7 éves koromban eldöntöttem, hogy ez a legjobb a világon olvasni, nyilván a második legjobb dolog, akkor pedig könyveket írni. És azóta soha egyetlen egy perc nem volt úgy, hogy ne lettem volna biztos ebben, és 7 éves korom óta semmi mással nem foglalkoztam, mint próbáltam könyveket írni és íróként érvényesülni. A Vidék lelkét szerkezetileg az író Száraz Évszak című úgynevezett duovellákat tartalmazó elbeszélés kötete előzte meg. Mindkettő alkotása a beregi nyírségi kis és nagy emberek életének egyszerű pillanataiba kalauzolja az olvasót. Karakterek, a családom, ismerőseim, színházi karakterek, filmes karakterek, könyvekben lévő karakterek, soha nem létező karakterek, létező karakterek, és ezeknek mindenféle átváltozása és kapcsolódása. Karakterekkel van tele a világ, és egy embernek is nagyon-nagyon sok karaktere van. Csabai László azok közé, az írók közé tartozik, akik már gyerekkoruk óta ezzel akartak foglalkozni. Egy-egy munkájához éveken keresztül gyűjti az ötleteket szülő benyomásokat. Első igazán elismert írása a Szimbád a detektív című fikciós krimi 2010-ben jelent meg. Szimbád történetét aztán később két másik könyvvel trilógiává bővítette. A Vidék lelkénél viszont inkább a szociografikus pontossággal megírt részletek dominálnak. Az első könyvemben még elég sok ilyen kis fantasztikus történet volt, de aztán rájöttem, hogy nincs fantasztikusabb, mint a valóság. Tehát egyszerűen elképzelni nem lehet olyat, ami meg ne történne. Sőt, olyan is, mi történik meg, amit lehetetlen elképzelni. És ezek leírása értékelés nélkül igen-igen nagy költői feladat, és igen-igen sikerrel kecsegtető. A világ legjobb könyvei, legyen az Thomas Mann, vagy Mészöly, vagy Dostoyevsky, vagy Gogol, alapvetően realista regények. És a realizmushoz kell a növényvilág bizonyos fokú ismerete, a települések bizonyos fokú ismerete, az emberi lélek bizonyos fokú ismerete is, mindazoknak a szokásrendszereknek az ismerete, amelyek jellemeznek egy adott társadalmi réteget, egy adott települést. Tehát szociográfiára szükség van, és számomra ez öröm. Öröm megismerkedni egy adott vidéknek a jellegzetességeivel, különösen úgy, hogy össze tudom hasonlítani egy másik vidéknek a miben létével. Olyan ez, mint amikor beszéljük az anyanyelvünket, nyilván szeretjük, de igazán csak akkor jövünk rá, hogy milyen szép az anyanyelvünk, és miből is áll az anyanyelvünk, ha megtanulunk egy idegen nyelvet. Na ugyanúgy bárhová járok Magyarországon, vagy Európában, igyekszem mindenütt feloldódni és a helyi sajátságokat megfigyelni, és aztán ezeket le is írom. Iskolában dolgozom 4 óráig, hazamegyek 4:30-ra, és 5:30-től 10-ig, 11-ig írok. Néha megcsinálom a vacsorát, ez egy 1/2 óra, de szünetekben, meg hétvégén, meg reggel 8-tól este 10-ig. Tehát a napi 8 óra írásom az megvan. Ezt szoktam mondani, és igaz, de valójában 24 órát írok, mert az ötletek folyamatosan jönnek még munkaidőben is, és folyamatosan rögzítem, soha nem megyek el napló nélkül. A naplóm ott van az ágyam mellett, amikor alszok, mert amikor felébredek, akkor is jönnek az ötletek. Tehát az egész életem az irodalomról szól, amikor most kilépek, visszahelyezkedem egy
megírandó regényemnek a karakterei közé, és miközben nézem Szekszárnak az utcait és a településeit, a képzeletbeli regényemnek a szereplőit látom ott mozogni, beszélgetni, és lehet, hogy fognak valami olyasmit mondani, amit gyorsan lejegyzetelek, hogy majd, amikor a laptopom elé ülök a dolgozószobámba, akkor újról, tehát egy párbeszédbe be tudjam építeni. Fáradhatatlan íróként a már Mészöly Miklós díjjal is elismert Csabai László természetesen most is dolgozik épp egy regényen. Van egy sorozatom, egy szindbárdos sorozat, nincs semmi köze a Krudiféle szindbárdhoz, az egy nyomozó, Szindbárd a detektív, az első része, mi részben Nyárligeten, tulajdonképpen Nyíregyházán, részben Bagdadban játszódik, Szindbárd Szibériában, a második rész ez Szibériában, Szindbárd a forradalmár, a harmadik rész, szintén Nyárligeten játszódik, már megírtam a negyedik részét, ez a valamikor létezett Nyugat-Németországban játszódik, és már itt van a fejemben az ötödik rész. Ez nem Magyarországon fog játszódni ez sem. A Mészöly Miklós díj mellett idén is átadták a Mészöly Miklós emlékplakettet, amit minden évben olyan valaki vehet át, aki szekszárdi vagy valamilyen módon kötődik a városhoz, és kiemelkedőt nyújtott az író életművének és emlékének ápolásában. Az elismerést idén Szollát Dávid irodalomtörténész kritikus fordító vehette át, aki 2016 óta a Mészöly Miklós művei című sorozat szerkesztője. A világháború utáni magyar prózában úttörő volt nagyon fontos poétikai, művészeti kérdésekben egészen új és nagyon különböző hangokat próbált ki és valósított meg egészen rendkívüli magas színvonalon. Az úttörőt úgy értem, hogy valóban nagyon kortársa volt az akkor zajló európai intellektuális központoknak, hogy mi zajlott akkor Berlinben, vagy Párizsban, vagy Rómában, vagy Lengyelországban. Azzel egyidejű jelenség volt. Egy olyan időszakban, amikor nagyon-nagyon nehéz, a kulturális elzártság miatt nagyon-nagyon nehéz volt egyidejűnek lenni, egyenrangú párbeszédpartnernek lenni azzal, hogy mi ami Nyugat-Európában zajlik. Ugyanakkor ezt a magyar irodalmi és művészeti és kulturális hagyományokba tudta integrálni, politikai ellenszélben, ami a szellemi hagyatékhoz tartozik, az, hogy nagyon sok tanítványa van ebben a tekintetben, vagy nagyon sokaknak megnyitott utakat. Nem is egy író generációnak, hanem legalább kettőnek, háromnak. Nem magyar, nagyon kevesen, az ő generációjából nagyon kevesen hagyták rajta ennyire a nyomukat, ő úgy mondaná a vízjelüket a magyar próza nyelven, mint amennyire Mészöly Miklós. A most Mészöly Miklós emlékplakettet kapó irodalomtörténész fő kutatási területe a két világháború közötti baloldali magyar költészet. 1975-ben születtem, úgyhogy az eszmélkedésem az arra az időszakra esett, amit úgy hívnak, hogy posztkommunizmus, kommunizmus utániság, vagy szocializmus utániság. A 90-es évek, az ezredforduló egy olyan időszak volt, amelyben nagyon igyekezett a magyar értelmiség nagyon igyekezett megszabadulni érthető okokból, igyekezett megszabadulni az elmúlt rendszernek a tehertételeitől. Én viszont annak az utolsó évtizedében voltam gyerek, és engem nagyon érdekelt, hogy miért akarunk ettől ennyire megszabadulni. Nagyon érdekelt az, hogy működött az a gondolkodás, hogy működött az a nyelv, amit akkor használtak, így hát ezért álltam neki egy doktori kutatás keretében azt kutatni, annak a irodalomtörténeti gondolkodását, a kommunizmus, a szocialista időszaknak a gondolkodását kutatni, és egészen visszamentem odáig, a két világháború közötti időszakban, amikor a baloldal, hát baloldali gondolkodás illegálisnak számított, vagy illegálisban volt, legalábbis nagyon nem volt támogatott, finoman szólva, és amelynek elég jelentős alakjai voltak, Lukács Györgytől kezdve, József Attilán keresztül, lehetne sorolni neveket, hát ez a válasz arra, hogy miért fordultam ebbe az irányba annak idején. A Mészöly Miklós irodalmi hagyatékát gondozó egyesület 2004-ben alapította a Mészöly Miklós díjat és az emlékplakettet is.